A héten zajlott a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes által szervezett 18. erdélyi primás találkozó Csíkszeredában. Az esemény ezúttal egy hétig tartott, és mesterkurzussal is kiegészült. Csíkszeredában már hagyomány, hogy a november az erdélyi primások hava. A két éve új erőre kapó találkozónak a szervezők igyekeztek megtartani friss lendületét, és próbálták gazdagítani is azt. Két napig tartanak a mesterkurzusok. Ez azt jelenti, hogy beülhet bárki kívülálló is a Liszt Ferenc Zeneakadémia órájára. Itt vannak a tanárok és a diákok is, de ezzel egy időben tanárok, az adatközlő zenészek is. Tehát itt vannak azok a falusi zenészek, akiktől a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárai is tanultak. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszéke együttműködésének köszönhetően idén több mint 30 diák vett részt a rendezvényen és a mesterkurzusokon. Tavaly, amikor itt voltunk szintén az erdélyi primás találkozón, akkor András Mihály igazgatóra beszéltünk arról, hogy jövőben hogyan képzeljük el ezt az együttműködést, és akkor fölmerült annak az ötlete, hogy ha már úgyis idejönnek adatközlő zenészek a koncertre, hogy akkor előtte egy-két nappal szervezzünk mesterkurzust, és akkor a diákok ezektől a zenészektől tudnak tanulni. A primás találkozó legnagyobb ajándéka a személyes találkozás azokkal az adatközlőkkel, akiktől tanulhatnak a jövő zenészei. A 18. erdélyi primások találkozójának megkoronázásaként a meghívott zenekarok és diákok egy erre az alkalomra összeállított gálaműsorral készültek a közönségnek, amit táncász követett, ahol a gálaműsoron fellépő zenekarok húzták a talpalávalót.